Most elmondok egy apróságot, amit az életről tanultam. Meglátásom szerint a természet egy gonosz tréfát űzött velünk. Az első az, hogy a férfi nem kapott vezető szerepet a földön. A természet a férfinak adta a vágyat, és a nőnek a választ. Nem sok, de egy nőnek bőven elég. Az a probléma, hogy a nők tudnak a vágyunkról. Bennük is megvan pontosan ugyanez a vágy. Csak hogy ők nem mondják ki, mert ilyen rossz indulatúak. Épp úgy kellünk nekik, mint ahogy ők kellenek nekünk. És miért? Mert jók vagyunk arra. És mert az anyjuknak mégsem mutathatnak be egy elemet. Olyan nőkkel, akivel lehet a szexet élvezni, olyan, aki mellett jó lesz másnapos sem ébredni, olyan, aki smink nélküli szépnek látja magát, és nem veszi a szájába minden spanon faszát. Olyan nőkkel, aki mellett önmagamat adhatom, olyan, aki szeret és nem hagyok nélkül parlagot, olyan, aki értékeli, amit teszek érte, olyan, aki hűséges, mégis forró a vére. Olyan nőkkel, aki megosztja velem vágyait, és megvalósíthatja mellettem legvadabb álmait. Olyan nőkkel, akinek a bizalom még értékes, nehéz ilyet találni, ez manapság nem kétséges. Olyan nőkkel, akivel lehet nagyokat kajálni, és nem fél, hogy elhízik, ha nem bírja megállni. Olyan, aki elégedett magával és az élettel, olyan, aki orális kényeztetéssel ébreszt fel. Olyan nőkkel, aki szeret nagy célokat elérni, olyan, aki hinni tud és mer őszintén remélni, olyan, aki maga biztos tudja, mikor mit akar, s a pillantása üdítőbb, mint egy tavaszi zivatal. Vannak a nők, meg vannak a fél. Ez mindig is hívott és így is lesz, amíg vér folyik az ember elejébe. A férfi mindene, a nő nézel, elfordulsz, sem visszafordulsz, aztán csak bolyba. És ha a nő megvan, akkor megvan a boldogság. És na, így jönnek össze a dolgok. Olyan lány kell, aki velünk röpül majd a rumba. Vigyák is a bólogat, nem érdekli a rumba. Kicsa, csacsa, csak az enyém minden estől. Minden estig, de tőtől talpig minden estől. Olyan csaj kell, aki vágja, hogyan működöm. Van neki 10 sajátja is, nem kell rájuk műkörön. Nem esek el a rúzsám, mert nem nevelkedett rúzsám. Kitől kedvet kapok bármihez, lehet a múzsám. Aki totál, teli belőtt kupidó, és nem integet vissza majd a legelső kupiból. Aki szerény, de olykor ha kell durva, a konyhába tündér, az ágyba pedig kinőtte a dedót. Nem hisztizik, hogy nem ez kell a problémáktól. Nem menekül, nem ez kell. Kicsattan az egészségtől, mint a kar a lábé. Úgy össze vagyunk fonódva, hogy már a kar a lábé. Ha elrontom, megszerelem első látásra, én megtaláltam ezt a lányt, és nem várok a váltásra. Magával rántott, meg se kérdezte, hogy össze. Azóta egy tányérból leszünk, mégse veszünk össze. A nő kurcsa egy teremtés. Isten kurva nagy zseni lehet. A haja, olyan mindent elmond, és az ajka. Amikor rátapad, olyan, mint a hűvös bor, amit egy sivatagi utazás után kortyolgatsz. Olyan nőkkel, aki képes belátni, ha hibázik, olyan, aki elfogadja, hogy a férfi irányít, olyan, aki akkor is hiányzik, mikor velem van, olyan, aki senki más, tehát nincsen, csak nekem van. Olyan nőkkel, akivel az életemet leélném, olyan, aki ért a naplopást munkára cserélném, olyan, aki vidámsággal tölti fel a napjaim, és nagybetűvel szerepelhet életem lapjaim. Olyan nőkkel, aki azért szeret, hogy szeressen, megfeszülhetnék érte, mint Jézus a kereszten. Olyan, aki rugalmas és megérti a vicceim, és bármikor rá bízhatom a legféltettebb pincseim. Olyan nőkkel, akinek van saját véleménye, olyan, akinek rabul ejt a sok félesége, olyan, aki személyiségével lángra lobbant, olyan, akivel a szívem egyszerre dobban. Olyan nőkkel, aki színessé teszi a világom, olyan, akinek szívből mondhatom, hogy imádom. Olyan, aki valósá változtatja a meséket, isteni, mint a főnix, aki hamvaiból feléled. Mai rohanó világunkban ismét felvetődik a nők personális, illetve társadalmi szerep újrafogalmazása. Szükségessége, hiszen a nők ma már számos poszton bizonyították rá termességüket. A tapintási ingerekre való sokkal kiérlettebb fogékonyságára, a merszer ingerlésekor kaphattunk frappáns bizonyítékot, mert az adott ingerre az alany az igen, igen, még a múlcsapintás válaszolációt adta. Az alany csípői, illetve alhasi szerveinek rendszeres behatoló vizsgálata viszont fantasztikus eredményeket produkált a tudomány számára, ezekről azonban inkább majd talán legközelebb a Forró Csoda című előadásokban számolni. Köszönöm figyelmüket!